Már több mint egy fél éve új államelnöke van Ukrajnának, több mint 100 napja a parlamentje kormánya, de előrelépés a nemzetiségi kisebbségi oktatással kapcsolatban nem történt, sőt, visszalépést tapasztaltunk, mert a felsőoktatási törvényt, amit 2014-ben fogadtak el, és annak a nyelvok, a magániskolákra vonatkozó szabályozása megegyezett a Velencei Bizottság álláspontjával, vagyis úgy rendelkezett, hogy a magánfelsőoktatási intézmények maguk választhatják meg az oktatás nyelvét, ezt a nyár folyamán változtatták. Akkor, amikor elfogadták a nyelvtörvényt, módosították, hozzáigazítva az oktatási törvény 7. pontjához. Tehát egyrészt ez egy nagy felkiáltó jel, ami felhívja arra a figyelmet, hogy nem helytálló az az álláspont, hogy az ukrán oktatási minisztérium majd az ágazati törvényekben fogja javítani a 7. cikke jogsértő intézkedését az oktatás nyelvének megválasztásáról, mert rám-rám pont erre hivatkozva, hogy az alap, tehát az oktatási alaptörvénnyel, vagy az oktatási kerettörvénnyel nem egyezik a felsőoktatási törvény, és ezért a jogászok javaslatára megváltoztatták. Tehát hiába fogadnak el ideig, óráig a Velencei Bizottság ajánlása szerint az ágazati törvényekben egy kiegészítő rendeletet, néhány hónap múlva semmi garancia nem lesz arra, hogy ne vonják vissza, mondván azt, hogy az alaptörvényhez kellene igazodni, és emellett számos kisebb jogszűkítés is történt. Például egy óra keretet határoztak meg az alsó osztályban az ukrán és a magyar és az idegen nyelv oktatására, de azt kikötötték egy másik rendeletben, hány órában kell az ukrán tanítani. Így a maradék keretszámból már nem marad óra az anyanyelvre, vagy az idegen nyelvre, vagy az egyikre, vagy a másikra. Tehát jelentősen csorbul az anyanyelv használathoz való joga a kisebbségnek, vagy pedig nem tanítja az idegen nyelvet, ezzel meg a gyerek joga csorbul, hiszen nem fog tudni nemzetközi kommunikációban részt venni. Egy harmadik eset, a 7. osztály számára kellene kiadni a tankönyveket ebben az évben, erre vonatkozólag viszont nem született rendelet, sőt, mi több, az újságból értesültünk, hogy a Lembergi Svit kiadó egyetlen magyar főállású szerkesztőjét, aki ezt a könyvfordítást és a könyvkiadást koordinálta, azt januártól elbocsátják. Ezek aggasztó jelek, illetve aggasztó jele az is, hogy hiába volt a múlt évben két tárgyalás, ahol a minisztériumnak írásban és szóban is elmondtuk az aggályainkat, illetve javaslatokat tettünk arra vonatkozólag még az előző miniszterasszonynak, hogy hogyan lehetne orvosolni az előállt helyzetet. Ebben érdemi lépés nem történt, előrelépés nem történt, és most úgy gondoljuk, hogy az új miniszterasszonynak is újra elküldjük, bár ő a tárgyalásokon ott ült, tehát hogyha szerette volna, már foglalkozhatott volna ezzel a kérdéssel, és felvesszük vele a kapcsolatot, és kérjük, hogy akkor üljünk le újra, bár ehhez politikai akarat kell a másik fél részéről is, és keresni a kompromisszumot, egyelőre nem érzékeljük, hogy velünk szemben a kompromisszumot keresik, általában inkább vagy PR módon viselkednek a kisebbségi oktatással, az ukrán nyelv oktatással. Például mai napig nincsenek ukrán szótárok, amit az állam adott volna ki. Az van az iskolákban, amit az Ungvári Egyetem vagy a főiskola, és az se ukrán állami pénzen. Vagy például továbbra sem tértünk át a kompetenciai alapú oktatásra. Egy kis lépést tettek, és az is csak egy fél lépés volt. Az, hogy más ponthatárt állapítottak meg az érettségizők számára, de nyelvtanból nem. Márpedig a nyelvtani kérdések azok, amelyeken általában elhasalnak a fiatalok. És így, és ez kerül be az érettségi bizonyítványba, és ez is egy ilyen felemás megoldás volt. November 20-ai elnökségi ülésünkön úgy határoztunk, hogy jegyzékbe foglaljuk a problémákat, ami a magyar nyelvű oktatást és a nyelvi képzést illeti, és ezt megküldjük a miniszterasszonynak, és kezdeményezünk egy érdembeli tárgyalást. Remélem, fogékony lesz rá.